A Magyar Tudományos Akadémia elnöke óvatosan elhatárolódott a saját főtitkár helyettesétől, aki levélben tiltott le két előadást a központi programból, mert azok szerinte politikailag kényes témát választottak. Az akadémia elnöke azonban kitért arra is, hogy ígéretes tárgyalásokat folytatnak a miniszterrel. Hányat is írunk? A stúdióban Kertész János és Vedres Balázs. Vedres Balázs az egyik letiltott tanulmány szerzője a HVG. Jó estét kívánok Önöknek! A HVG szavaival élve a nyílt forráskódú programozók szociológiai vizsgálatát végzi el, amivel eddig ritkán sikerült kormányt buktatni, de hát ez lett volna az előadás témája, illetve Kertész János akadémikus, aki hát itt az imént azt mondta nekem, hogy egy szem előadóként mondta azt, hogy egy olyan rendezvényen, ahol cenzúra van, ott nem kíván részt venni. Ugye itt együtt hallgattuk Lovász László nyilat ezzel az egész üggyel kapcsolatban, és az akadémia elnöke úgy fogalmazott, hogy nem igaz az, hogy az akadémia kutatás helyett politizálna, nem szeretnének ehhez a vádhoz alapot adni. Ez a vitatott döntés is ebből a túlzott óvatosságból fakad szerinte, és egyébként pedig nincsen cenzúra, mert hogy egy más helyen, más formában, de megtarthatják az előadást. Mit szólnak ehhez a reakcióhoz Lovász László részéről? Ez egy sokszoros ellentmondás. Én úgy érzem, hogyha egy előadás politikai óvatosságból leveszünk a napi rendről, akkor ez egy politikai okból meghozott döntés, nevezhetjük rögtön cenzúrának, hiszen kihúztunk valamit. Az, hogy az előadást egy másik helyen meg lehet tartani, ez azt jelenti, hogy hát nem lehet ugyanott megtartani, ahol eredetileg meghirdették. Én rögtön úgy éreztem ebből a levélből, hogy tényleg politikai okból egy előadást ki kellett venni a programból. Nézzük végig, hogy hogy jön ez az egész létre. A Magyar Tudomány ünnepe az most már egy hagyományos rendezvény sorozat. Valamikor tavasszal kiadják az intézeteknek, kutatóközpontoknak, hogy tegyenek javaslatokat. Ezt megtette a Társadalomtudományi Kutatóintézet igazgatója is, főigazgatója is, és ezt elfogadták. Ezek után a program összeállítása az ő felelőssége. Ő ezt megtette, és azért küldte el ezt a programot a főtitkár helyettes asszonynak, hogy tegye bele a nyilvánosságra hozandó programba. Nem azért, hogy felülbírálja, hiszen ő a Magyar Tudományos Akadémia elnök által van kinevezve egy felelős személy, aki el tudja dönteni, hogy mi az, ami egy tudományos ülésszakra való vagy nem. Most ezek után a főtitkárhelyettes asszony kihúzta ezt az előadást, és nem lehet megtartani a Magyar Tudományos Akadémia székházában. Ezt nagyon és indokként azt említette meg, hogy politikai áthallások miatt, anélkül, hogy fogalma lett volna arról, hogy mi van az előadásban. Csak a cím alapján, és a címben, uram, bocsá, szerepelt az a két szó, hogy férfi és nő. Ezek alapján kihúzta, ezt én nem tudom másképp értékelni, mint cenzúrát. Az, hogy az elnök úr ebben a kérdésben hogyan nyilatkozik, az egy nagyon fontos és érdekes probléma. Én nagyon sajnálom őt, és együtt érzek vele. Nagyon nehéz helyzetben van a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A kormánnyal folytatott ádáz vita, küzdelem nagyon nehéz helyzetbe hozta a Magyar Tudományos Akadémiát. De ebben a dologban hibás döntést hozott. Ugyanis neki fel kellett volna bírálni a főtitkár helyettes asszony döntését, és azt kellett volna mondania, hogy ez nem volt helyes, és legyen megtartva ez az ülésszak úgy, ahogy eredetileg tervezték. Ugye az az érdekes, hogy valóban azt mondta, hogy ez egy vitatott döntés, vagy azt nyilatkozta, igen, és azt is mondta egyébként, hogy ő nagyon szívesen meghallgatná ezt az előadást, mert érdekli. Beszélt vele személyesen, vagy bármelyikük beszélt erről? Akár vele, akár a főtitkár helyettes asszonyal? A főtitkár helyettes asszonyal próbáltam beszélni, mielőtt a döntésemet meghoztam volna, mert érdekelt, hogy jutott erre a nagyon furcsa elhatározás, hogy kihúzza ezt az előadást. Nem sikerült vele beszélnem, kértem, hogy hívjon vissza, nem hívott vissza, és akkor megjelent az Indexben a Magyar Tudományos Akadémia, mint egy magyarázata erre a döntésre, ahol lényegében azok a dolgok voltak összefoglalva egy kicsit tömörebben, és azt mondhatnám, hogy durvábban, mint amiről az elnök nyilatkozata szólt, és nálam ez volt az, ami átbillentett a küszöbön,
ekkor határoztam el, hogy lemondom az előadásomat. Az elnök úrnak a nyilatkozatában azért van egy kritika is önnek számva, hogy hát ezt meg kellett volna vitatni belső fórumokon, akár hozzáfordulni, ahelyett, hogy néhány órán belül a nyilvánosság elé került volna ez az ügy. Ez jogos? Hogy... Erre nem volt lehetőségem, mert maga a letiltás a nyilvánosság elé került, mielőtt ebben én bármit tehettem volna. Az újságírók válaszára ugyanazt mondtam el, amit itt el tudok mondani, hogy senki nem keresett meg. Például azt kérdezve, hogy vajon ebben az előadásban lesz-e politikai utalás, bármilyen magyar relevancia, vagy esetleg kérve azt a kényes politikai érzékeny helyzetre nézve, hogy változtassunk az előadáson a címén, a tartalmán, a hangvételén. Hát ez legalább ilyen kínos lett volna, hát egy ilyen kérés, azért tegyük hozzá. Ez is kínos lett volna, de semmilyen irányban semmilyen kommunikáció nem történt. Jó, és lett volna? Akkor itt a lehetőség. Bármilyen az az érdekes, hogy a magának az előadás szervezése kor, tehát még ezelőtt a főtitkár helyettesasszony levele előtt, a szervezőkkel beszélgettünk, talán egy fél órán át is azt vitattuk, illetve alakítottuk, hogy hogyan lehet az előadás címét, a kivonatát még szelidebbé, még gendermentesebb. Se a férfi ne szerepeljen egy olyan előadásban, ami a férfiakról és a nőkről az informatikában a nők szerepéről. Hát. És ezért kritizálták, néhány hozzászóló az interneten kritizálta, hogy ilyen semmit mondó címmel hogy lehet előadást hirdetni, és akkor elmondtam nekik, hogy hát ezen sokat dolgoztunk, hogy ez ennyire semmit mondó legyen. Tehát már előre cenzúráztuk saját magunkat, hogy ez minél ártatlanabbul hangozzék, ne legyen benne társadalmi nemek szó, ne legyen benne a gender, feltétlenül pláne ne legyen benne. Hát nem irigylem önöket. Itt azért egy új nyelvet kell megalkotni lassan. A nyilvánossághoz hadd tegyek hozzá egy megjegyzést. Ugye ez egy kolléga hozta nyilvánosságra a főtitkárasszony levelét, amiben szerepelt ez a tiltás, és azt hiszem, hogy az egy nagyon elhibázott dolog, hogyha valaki elkövet egy hibát, akkor azt hibáztatjuk azért, aki erről beszél. Azt kell hibáztatni, aki hibát elkövet. És a hiba ez a letiltás volt? Ez nyilvánvalóan ez a letiltás volt. Lehetséges, hogy a főtitkár helyettes asszony tényleg azt érezte, hogy egy ilyen a Lovász László által is megfogalmazott nehéz és sorsdöntő tárgyalási időszakban minden aknát el kell hárítani, amire hivatkozhat az innovációs tárca. Azt hiszem, nem lehet, hogy ő jó szándékú próbált lenne? A szándék az egy dolog. De azt hiszem, hogy a helyzetre nagyon jellemző, és meglehetősen ijesztő, hogy a félelem olyan mértékű, hogy ilyen tisztesség-nehesség szólván butaságokra tesz képessé embereket. Micsoda elképzelés az, hogy egy tudományos eszközökkel elért eredményekről szóló tudományos előadás bármiféle hatással lehet ezekre a tárgyalásokra. Ez tökéletes nonsens. Erről szó sincsen. Tehát na jó, de azokat a vádakat simán igazolja, hogy lám-lám milyen gender kutatásokra költik itt az adófizetők pénzét, hát akkor itt nincs is miről beszélni, és meg kell mondani, az hogy mi a rendes kutatás, és a mi a rossz. Az akadémiának nem az a feladata, hogy átvegye ezeket az ostobaságokat, hanem az akadémiának az a feladata, hogy megvédje a tudományt. És ebben az esetben pont az ellenkező. És ezzel a véleményükkel kisebbségben vannak, mert önt senki nem követte abban, hogy egy cenzúrázott rendezvényen nem akar részt venni. Nem tudok róla, hogy követett volna valaki, de azt is meg kell mondjam, hogy nem is ez volt a célom azzal a lépéssel, hogy egy mozgalmat indítsak el. Én azért döntöttem így, mert egyrészt a kollégáimmal szolidaritást akartam vállalni, másrészt pedig egyszerűen botrányosnak tartottam, és úgy érzem, hogy nem tudok egy olyan, ahogy le is írtam, nem tudok egy olyan fórumon előadni, ahol cenzúra van. Egyszerűen erről van szó. Ha másképp dönt, azt meg lehet érteni, mert a helyzet nagyon bonyolult, valóban nagyon bonyolult. Én nem ítélem el azt, egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez az egyetlen lehetséges helyes döntés. Én így döntöttem, mert úgy éreztem, hogy így kellett döntenem. Polyán Gábor fogalmazott úgy, hogy a hvg.hu kérdezte meg, hogy nem teljesen érti, hogy egy ilyen barátkozó gesztussal mégis mire számít az akadémia egy olyan kormánnyal szemben, őt idézem, amely csak az erőből ért, és abból, hogyha valaki kőkeményen azt mondja neki, hogy nem, és ne tovább. Ilyen szempontból még lehet, hogy kontraproduktív is volt?
Hát ez valószínűleg így van. A tanulmányunk iránti érdeklődés az toronymagasan megugrott. Amikor megkerestek az újságírók, én rögtön el is küldtem egy linket a cikkünkhez, hogy hát ez az a cikk, mindenki elolvashatja végig. Ez ki is került az újságba, és most minden adott pillanatban 30-40 ember van a cikkben bent, ezt lehet látni a megosztásból, és elkezdték kommentálni, és javítani, hozzászólni, vitatkozni magával a cikkel. Tehát ilyet korábban nem tapasztaltam, hogy gyakorlatilag az egész országot be tudtuk vonni egy tudományos cikknek, egy meglehetősen száraz tudományos cikknek a feldolgozásába, megvitatásába, véleményezésébe. Mindenkit buzdítunk, hogy akkor olvassál, de egy mondatban ugye a lényege az az, hogy a nyílt forráskódú programozásban a nők komoly hátrányt szenvednek a társadalmi sztereotípiák, a szocializáció miatt. Ezt igen, az a eredménynek a lényege dióhéjban az, hogy a nők hátránya, tényleg elképesztően kicsi az arányuk, 5% körül van a programozók között ebben a területen. Az ő hátrányuk nem feltétlen abból adódik, hogy mint nő megkülönböztetik őket, elutasítják őket, hanem úgy alakulnak maguk a tevékenységformák, hogy azokba a tevékenységformákba terelik, vagy afelé terelik a nőket, amiket aztán megkülönböztetnek. Uh-huh. Nem a nőt, hanem azt a fajta munkát, uh-huh. vagy munka alterületet különböztetik meg a programozók maguk. Még picit a jövőről, ugye úgy fogalmazott, hogy itt nagyon nagy félelem van, és közben van egy komoly tárgyalássorozat, és ugye tudjuk azt, hogy lesz egy rendkívüli közgyűlés decemberben, ami nem megszokott az akadémia életében. Milyen döntés várható? Van-e komoly szándék mondjuk arra, hogy Lovász Lászlót elmozdítsák az akadémia éléről? Én nagyon remélem, hogy nincs ilyen szándék. Nem lenne jó az akadémiának. A közgyűlés, a rendkívüli közgyűlés december 6-ára van meghirdetve, és nyilvánvalóan arról fog szólni elsősorban, hogy az addigra megszülető akadémia-kormány szerződés vagy együttműködési megállapodást szentesítse. Én azt hiszem, hogy ez a megállapodás nem lesz nagyon szerencsés az akadémia szempontjából, mert ennek az egész történetnek a lefolyása ezt sugallja. Nagyon rosszul kezdték, egy 54 perces ultimátummal, és végig, ahogy az ember végig veszi ezeket a lépéseket, mindenhol erőből folyt a politizálás. Ahelyett, hogy ahogy egy ilyen dolgot meg kell tárgyalni, az elejétől fogva az együttműködésre helyezték volna a súlyt. Nem vagyok nagyon optimista arra nézve, hogy mi fog kisülni ebből. Én már ezt a 7 plusz 7 fős bizottságot is nagy gyanakvással fogadom. Hivatkoznak a Max Planck intézetre, egyáltalán nem ilyen ott a megfelelő grémium. Csak hogy a nézők is értsék, ugye most arról van szó, hogy mekkora beleszólása lehet a kutatási témákba a politikának, meg a kormányképviselőnek. Igen, hogy az intézetek fölé akarnak egy grémiumot szervezni, amiben fele arányban lenne az akadémia, fele arányban a kormány. Ez teljesen más arány, mint hát akkor itt most rossz és még rosszabb kompromisszumot lehet kötni? Én azt hiszem, hogy erről van szó, és nagy valószínűséggel az akadémia ezt meg fogja szavazni, én úgy gondolom. Miért? Nézd, az akadémikusok nem, egyrészt nem hősök. Tehát nem lehet azt várni, hogy majd itt a Magyar Tudományos Akadémia tagjai fogják a forradalom zászlaját magasra emelni. Nem is ez a feladatuk, hozzá kell tennem. Nagyon heterogén társaságról van szó, egyáltalán nem nincs többségben a kormánykritika, és a túlélésre játszunk. Hát aki velem együtt már jó sok évtizede él ebben az országban. Az már hozzászokott, már tudja, hogy ez hogy kell. Néhány ilyen stratégiát elsajátított, és ezek jönnek elő. Hát nagyon ismerős helyzetek alakulnak ki. Ez a mostani is egy nagyon ismerős helyzet. A reakció rá is egy nagyon ismerős reakció volt. Valahogy túl kell élni. Személyesen saját magukban, most azért mondott egy-két példát a szóválasztásban, de van félelmük abban, hogy akkor innentől kezdve az autonómiájuk hogy alakul? Hát nyilván egy CEUN oktatótanártól ezt olyan értelemben mondjuk meg lehet kérdezni, hogy ott azért nagyon belül védve vannak, de azért nyilván az ember fején átfut, amikor egy kutatási témán, egy pályázaton gondolkodik, hogy
most érdemes beadni, mennyi pénzt kapok rá, lehet, hogy nem erre kéne kutatgatni. Hát igen, mondjuk talán a mi helyzetünk az még egy kérdés, de ott vannak a diákjaink, ugye ebben a cikkben is egy társszerzőn, Vásárhelyi Orsolya rengeteget dolgozott. Mi lesz az ő sorsuk? Ők talán sokkal jobban ki vannak téve annak, hogy hát végeznek nálunk, és aztán egy állást kéne találniuk, vagy el kéne helyezkedniük valahol. Ők azok, akikért igazán aggódunk. Most az egyetem marad Budapesten, vagy elköltözik, ez egy másik kérdés. De egyre jobban elgondolkodunk azon, hogy főleg a diákjainkért aggódnunk el. Azt is hozzá kell ehhez fűznöm, hogy ugye a CEU az Magyarországon van, és nagyon reméljük, hogy itt is marad, noha a zászló nem erre áll. És mi nagyon nagy súlyt helyezünk arra, hogy jó együttműködéseket alakítsunk ki a magyar kutatóhelyekkel. És ez nagyon sikeres is. Tehát a Társadalomtudományi Kutatóintézettel, amelyik ezt az ülésszakot szervezte, kiváló kapcsolataink vannak, és ez lehetne sorolni egyetemekkel is így tovább. Tehát ott nagyon érezzük ezt a nyomást, hogy őnekik meg kell válogatni a szavaikat, meg kell gondolni, hogy milyen témán kutatnak, hogy mire pályáznak, és így tovább. Na, miért vannak még itt? Most komolyan. Tehát egy tudós, aki a kutatásaiban magas színvonalat képvisel, azért megteheti, hogy Európában máshol talál magának ösztöndíjat, pályázatot, kutatási helyet. Hát ugye hálózattudomány tanszéken dolgozunk Kertész János kollégámmal. A hálózattudomány az egy olyan terület, aminek Budapest a világon az egyik központja. A gráf matematika, a számítástechnika, a nyelvészet, az orvostudomány, a fizika, sok olyan terület van, ahol elképesztően izgalmas kutatások folynak. Már csak ez is egy olyan érv, hogy hát ilyen helyet nehéz találni máshol. Bécs messze nem ilyen, vagy egy sok nyugat-európai város messze nem ilyen. Tehát azért ennek van egy komoly vonzereje. Ha tegyek hozzá ehhez egy személyes megjegyzést. Én 1990-ben kaptam egy professzori meghívást a Kölni Egyetemre. 91-ben egész pontosan. És foglalkoztatott az a gondolat, hogy elfogadom ezt, de párhuzamosan kaptam a Műegyetemre is egy meghívást, és akkor úgy döntöttem, hogy itt maradok Magyarországon, mert itt annyi tennivaló van, itt születtem, itt vannak a barátaim, itt maradok. És nagyon könnyen lehet, hogy ez a történet ott fog befejeződni, hogy azt az egyetemet, ahol Budapesten dolgozom, elkergetik az országból. Hát ne legyen így, ezt szerintem mindannyiunk nevében mondhatom. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.